falling for nobody else. Me the ring and I'm hola mindenkinek, sziasztok! Na itt aludtunk fent a hegyen, nagyszerű időre ébredtünk, és ilyen 9 óra múlt, ranyagó napsütés, itt látjátok, sehol egy felhő, itt vagyunk rádugva az áramra, mint mutattam, és hát elég csípős hideg volt az éjszaka, hogy nyilván itt a hegyen vagyunk fent, tehát számítottunk is erre. Hát itt láthatjátok, hogy a lakó autó árnyékában itt még deres a fű. Lehet, hogy ez is itt le van jegesedve. A motor is le van fagyva. Még itt a vége. Elég rendesen. Egyébként nem fáztunk éjszaka, nem is fűtöttünk. Ha voltunk jól takarózva. Valamint látjátok itt a kis patak. Ott úszkálnak a kis kacsák. Ugye amiről beszéltem este, hogy jön az ingyen áram. Úgy meg 1 euró lenne 1 óra. Ilyenkor már néha jó lett volna, ha hozunk magunkkal, már egyszer-kétszer esetleg használhattuk volna ezt a kis 1000 wattos fürdőszobai hősugárzót, de nincsen nálunk, úgyhogy ilyen esetekre érdemes, ha van nálunk egy, mert akkor ha van ilyen potyáram, akkor be tudjuk rakni. Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Elindultunk ismét! Sziasztok! Sziasztok! Csodás napsütéses reggelt kívánunk mindannyiótoknak! Annyira gyönyörű minden, végre sikerült elindulnunk már egy jó óra fészkelődés után. Bevásároltam itt a kis pékségbe valami édes cuccot. Hát nem olcsóság ez a falusi élet, Kitti. Ennyi is volt? 6 euró 10 centet fizettem. Ez ilyen fatüzelésű kemencés történet, de majd mindjárt egyet csak megkóstolunk itt valahol. Lemegyünk oda, és ott fogjuk megenni a kis reggelinket. Ó, nézd, majd még ilyen kis barbecue-zó hely is lenne. Nézzük ezt a híres, neves süteményt. Hát elsőnek szerintem kóstoljuk meg ezt a... Így néz ki. A belseje az már így egész jó. Jó, amúgy, na, jó, ropogó. Kicsit drágán adták, de megérte. 69 óta üzemel ez a pékség. Tadám! Jó néz ki, mi? De jó puha az a zsömbbe. Na jók vagyunk. Na és ugye ide jöttünk mi be lakóval. Egészen odáig, ahol az a szürke autó áll. Kitti most bemegy, vesz egy mágnes szuvenírbe. Egy dohánybolt és a kis szatócsbolt. Hát nem tudom, mikorra nyúlhat vissza pontosan ennek a falunak az eredete, de biztosan nagyon régi. Ez az ajtó. Tehát ez kőkemény kézi munkával van csinálva az egész, de ez nyilván a kopogtatón és a szegecseken látszik. Hát nyilván már egy elzett zárbetét befigyel azóta, de... Itt ez a sziklacsúcs, a legmagasabb pont. Ezer 767 vagy 4.
Látszik, hogy kézi kovácsolás, minden. És ezek hajdanán, gondolom, itt fáklyák voltak, vagy valami égett ezekben. A Rupit és Prui története valahova a 17. századra nyúlik vissza, ugyanis amiket találtunk, ilyen évszámokat, 1600-al kezdődtek, 1614 volt a szem a legkorábbi, amit láttunk. És itt láthatjuk, ahogy a fűtőolajat viszik be a dízelt a házba. Bácsinak van egy kis toldaléka, a tanker, ami meghozta a jó kis olcsó gázolajat. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. Most így hogy keljek fel? Kutyák, keljetek fel! Most így hogy keljek fel? Megyünk, vigyázz, mert család van. Szóval ennyi volt a látogatásunk. Rupit i Pruitban. És megyünk tovább, vagyis hát vissza oda, ahol már voltunk, mert dolgunk van. Meg itt lejár ugye a parkoló, legyünk kettőkor, úgyhogy még kényelmesen vissza. Cafogunk, aztán utána indulunk vissza egy ilyen 10 km-re lévő másik helyre. Nagyon jó napos idő van. Reméljük, hogy tetszett ez a videó. Én úgy gondolom, hogy elég kis cuki falu volt ez, vagy ma maga nemében, bár sokszor mondtuk már, hogy kis cuki falu, de ez valahogy tényleg olyan más. Hát meg a vízesés, hát ez valami páratlan. Biztos még nagyon sok ilyen lenne egyébként, de igen, mi hát kevés vízeséssel találkoztunk, legalábbis ami ilyen nagy volt. Még a rondai környék egyébként hasonló, az is ilyen bazi nagy magas levágott sziklaoldalak, és ott is van vízesés, viszont ez sokkal nagyobb hát volt. Hát az inkább egy fennsík, és akkor ott van egy ilyen hasadék benne, de ez azért nagyobb vízesés, hát annyit sajnálok, hogy nem ma mentünk igazából a vízeséshez. Még akármikor visszajöhettünk egyébként, tehát a jövőben valamikor, úgyhogy ez a hely mindig nyitva áll mindenki előtt. Mind minden hely. Na menjünk, sziasztok! Ciao. Nobody else.